Nem kezdődött jól a nyíregyháziak vendégjátéka, ugyanis hiába indult el időben a csapat, az időjárási viszonyok miatt csak a kezdésre estek be a játékosok a ceglédi sportcsarnokba. A meccs elején látszott is, hogy csak bő negyed órát melegíthetett a Sunshine Nyikse, aztán viszont felvették a meccs ritmusát Kovács Tibor tanítványai. Gyakorlatilag a találkozó végéig fejfej mellett haladt a két csapat, a mérkőzés csak az utolsó percben dőlt el, végül a picit talán szerencsésebb ceglédiek örülhettek két pontos sikerüknek. A Cegléd egy jó csapat, az ottani vezetőkkel is beszélgetve szeretnének mindenféleképp felkerülni az NB1B-be, ezért mindent meg is tesznek, olyan játékos állományt sikerült nekik össze toborozni, és az átigazolási szezon végén is két szerb játékost igazoltak. Erős csapat ilyen szinten, erre készültünk, tudtuk, hogy ezzel kerülünk szembe. Azért a mi csapatunkat is hagyd dicsérem, hogy már mi is vagyunk ilyen szinten. Nagyon pici dolgok döntöttek az ő javukra. Nehéz ilyenre fogni, és általában nem is szoktam, mert én mindig azzal kezdem az értékelést, hogy először magunkban keresünk a hibát, akár edző, akár játékos, de egy kicsit lejtett a hazai pálya. A nyíregyháziakra hétvégén újabb rangadó vár, Szavicsik Debrecenben a Deac ellen lépnek pályára. Úgy tűnik, hogy 6 csapat azért erősebb a többitől, a másik 8 csapatnál. A 6-ból is van egy kicsi különbség, de inkább 6 csapatban gondolkozom, és itt a következő mérkőzés is a Debrecennek az első csapata, kimondottan erős, rutinos, jó játékosokból áll, amit bizonyít az, hogy hazai pályán is kikaptunk tőlük, de ez nem jelenti azt, hogy mi ne szeretnénk ott győzni, mert az elmúlt mérkőzések bizonyították, hogy idegenben is képes ez a csapat győzni, mármint a mi csapatunk. Az NB2 keleti csoportját a Cegléd vezeti 17 győzelemmel és egy vereséggel, a Szolnok, valamint a Deac előtt. A Sunshine Nyikse 13-3-as mutatóval a negyedik helyen várja a folytatást.